Újabb támogatási lehetőséget nyújt a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. Hangzott el az augusztus 26-án tartott sajtótájékoztatón. Azon szekszárdi járásban működő cégek figyelmét hívja fel a hivatal, amik az elkövetkezendő időben létszámbővítést terveznek. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül újabb 86 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésükre a projekt sikeres lebonyolításához és a munkanélküliség felszámolásához. Jelenleg 100%-os bérköltség támogatást tudunk adni 4 hónapon keresztül, havonta akár 328.500 forintos összeget is jelenthet, ez a bér plusz a szociális hozzájárulási adó megfizetését is jelenti a mi részünkről. A foglalkoztatási főosztály vezetője úgy nyilatkozott, ez most a legkedvezőbb támogatás, amit igénybe vehetnek a munkáltatók. A 4 hónapig tartó támogatottság után még 2 hónapig köteles foglalkoztatni a munkavállalót a cég. Nagyon fontos tudniuk azt, hogy szekszárdi járásban élő álláskeresőt kell keresni, szekszárdi járásban székhelyel vagy telephelyel rendelkező cég jelentkezhet, és minél gyorsabban keressék a foglalkoztatási osztályt. Az elmúlt 5 évben sikeresen zajlott a program Tolna megyeszerte, az előírást jóval 100% fölött teljesítette a hivatal. 392 előírt helyett 402 hátrányos helyzetű vagy tartósan munkanélkülit sikerült elhelyezniük. Egyik volt közülük Csóti Henrietta, aki 12 év után került vissza a munkavilágába. Ő 3 éve helyezkedett el, azóta a foglalkoztatója előléptette, így már szinte megkerülhetetlen embere a cégnek. Jelenleg irodavezetőként tevékenykedem, ami azt jelenti, hogy a humán feladatokkal kapcsolatos dolgokat ellátom, a munkaszervezést, az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételt, főleg levelező rendszerbe tudunk ugye kapcsolatot felvenni, így elsőleg a megkereséseknél az ajánlat beérkezéstől kezdve egészen a kivitelezési munka végéig, rajtam keresztül fut minden. A támogatást a keret kimerüléséig lehet igénybe venni.